A Kárpát-aljai Magyar Pedagógus Szövetség döntése alapján a körülményekre való tekintettel, a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásának köszönhetően Kárpát-alján megszervezésre került a Határtalanul nyári iskola program. A napközis tábori programhoz 50 oktatási intézmény csatlakozott, többek között a nagyszőlősi Perényi Zsigmond középiskola is, ahol a héten több mint 60 fiatalnak nyújtanak kikapcsolódási lehetőséget rendhagyó tanórák, kirándulások és szabadidős foglalkozások által, amelynek része a Szelíd Lovas Központ felkeresése is. A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetségnek köszönhetően idén második alkalommal kerül megrendezésre a Határtalanul nyári program tanintézményünkben. Ebben a tanévben 64 növendék jelentkezett a táboroztatásra. A tábor keretein belül a szervező pedagógusok arra törekednek, hogy a játékos programok révén megszeretessék a tanulást a gyerekekkel. A programok a hagyományőrzése, hagyományápolása, történelmi múltunk megismerésére, a sportolása, a hasznos időtöltése épülnek. Abban reménykedünk, hogy táborzártával a gyerekek és a diákok, a gyerekek, a szervezőpedagógusok gazdag élményekkel gyarapodva térhetnek haza. Minden gyerek számára biztosítani kell azt, hogy kikapcsolódjon, és ha csak egy rövid időre is, de önfeledten szórakozhasson. Ezért is teremtettük meg a lehetőséget a nyári iskolai táborok megszervezésére, emeltek is tábon kérdésére Orosz Ildikó, a KMPS elnöke. Nagyon sok gyerek Kárpátalján nem tud kiutazni. Például azért nem tud kiutazni, mert ahhoz, hogy kiutazhasson, mindkét szüleinek közjegyző előtt kell megjelenni, hogy aláírja az engedélyt a gyerek kiutazásához. És ugye sokan tudjuk, hogy vagy apuka nincs itthon, vagy a fronton van, vagy külföldön dolgozik, és ezt nem tudják megtenni. Ezért ezen gyerekek a külföldi nyaraltatástól és utazástól elestek. Emellett a Pedagógus Szövetségnek volt lehetősége, mint minden más Pedagógus Szövetségnek arra, hogy pályázzunk a Határtalanul programba, ami azt jelentette, hogy különböző országok iskolás gyerekeit hozzuk össze közös nyaralásra, hogy megismerkedjenek. De ezt se tudjuk megtenni az említett okok miatt. Ezért mi kértük a Nemzetpolitikai Államtitkárságot az éven is, hogy járuljanak hozzá, hogy ezt itthon használjuk fel, és meghirdettünk egy olyan pályázatot a kárpátaljai magyar iskolák körében, hogy napközis táborokat szervezzenek, mindenki találja ki azt a programot, amivel az itthon maradt, itthon élő gyerekeknek is lesz egy kis nyaralási élményük, hogy ők is meg tudják írni, hogy a legszebb nyári élményem, ez szokott lenni irodalomból vagy olvasásból az első ilyen feladat vagy nyelvtanból az órákon. És az iskolák nagyon kreatívak voltak, 50 iskola jelentkezett erre a pályázatra, és ugye az volt a feltétel, hogy ilyen saját kistérségükben, régiójukban szervezzék, tehát ne egy 200 kilométeres utat mondjuk a Színyevéri tóhoz, vagy pedig Körösmezőre, hanem ismerjék meg a saját környezetüket. Ezzel kell kezdeni, meg azzal kell kezdeni, hogy együtt is szociális élményeket gyűjtsenek be a gyerekek, közösségi élményeket gyűjtsenek be, mert a háború, meg előtte a Covid mindennek hiány voltak, és az éven sikerült ugye elérni, hogy jelenléti tanítás folyt az iskolákban, tehát már a tananyagot annyira nem kell pótolni, viszont nagyon kifáradtak a háború miatt, mert ugyan minket nem érint élesben, de azért, amikor megszólalnak a szirénák, akkor a protokoll szerint le kell vinni a gyerekeket az óvóhelyre, az óvodásokat is, és ez mindenkit megvisel. Ezért gondoltuk, hogy legyen egy ilyen lehetőség, és nagyon örülök neki, mert a kollégák nagyon kreatívak voltak, szeretném őket megdicsérni, megköszönni nekik, mert nagyon sok ilyen alkotó ötlettel álltak elő, hogy ki hova megy és mit néz meg a környéken, hogyan fognak foglalkozni, és annak is örülök, hogy nem mindenki csak ilyen buszba beültettem, és elviszem valahova a gyerekeket kirándulni programot talált ki, hanem foglalkoztató programok, csapatépítő, közösségépítő programokat tesznek. Úgyhogy ennek köszönhetően, és most a nemzetpolitikának szeretném még egyszer megköszönni a lehetőséget, hogy itt ebben az 50 iskolában immár megint mindegy 2000 gyermek nyaralhat Kárpátalján, főleg azok a gyerekek, akik itthon maradtak.
Nagyszőlősön, a Perényi középiskolában a közelmúltban változás történt az iskolaigazgatói poszton. Az új vezetés reményekkel telve várja a tanévkezdést. Ebben az évben nevezte ki iskolaigazgatónak, immáron egy hónapja vagyok kinevezett iskolaigazgató. Jelenleg 200 diákunk van. A háború következtében nagyon sok magyar család költözött ki, ezért nagyon sok diákunk folytatja az oktatást távoktatás formájában, némelyek pedig családi oktatásra tértek át. Úgyhogy minden erővel azon dolgozunk, hogy megőrizzük magyarságunkat, tovább növeljük ezen iskola jó hírét, és megtartsuk kisdiákjainkat. Hány elsős van már beiratkozva az idei tanévre? 21 elsősünk jelentkezett az első osztályban, úgyhogy várjuk a további jelentkezőket, és abban reménykedünk, hogy sikerül két első osztályt nyitnunk. A hét folyamán stábjaink több intézményt is fel fognak keresni, így a későbbiekben megtudhatjuk majd azt is, miként zajlik a határtalanul tábor Ungváron vagy akár Beregszászon.